egy V1-ben megérte volna, hogy el tud hozni egy gyilkosságot ő is. Akkor bőven megérte volna, hogyha meg tudja ölni. Viszont az ő ellenfele az, akit szintén mindig ki szoktál emelni, Lurlo, csak a másik irányból emeled ki. Igen, mert Lurlo pedig bármennyire is egy ilyen olyan hullámban volt, én úgy gondolom az első 8 hét alapján, hogy az első héten jött egy-két gnár választása, amire egyrészt meglepődtünk, viszont megmutatta, hogy igenis nagyon hasznos tud lenni a csapatának. Majd utána jött egy kisebb fajta hullám völgy, amiben nem nagyon találta magát, viszont azóta egyrészt hozzászokott ehhez az új metához, jól működnek a kezében, én úgy gondolom, az új felsőösvényes hősök. És most lesz majd a nagyon érdekes, amikor a választási és tiltási fázisban kiderül az, hogy ki kell jöhetnek, illetve ki kell nem, és az Energy tiltja ki Poppit, így viszont úgy gondolom, hogy valamit meg kellett, hogy beszéljenek, és még egy dologra ki kell, hogy térjek, az GBM-nek a csokornyakkendője. Amikor csokornyakkendőben van, akkor meg szokott őrülni. Akkor volt a kettő baronlopása, nem tudom, tehát, hogy a GBM csokornyakkendő az... Egyrészt szerintem Phoenixnek is fel fogja adni a leckét. Tehát csokornyakkendő wins. Jin a következő tiltás az Energy oldaláról, Piglet ellen érkezik egyértelműen. A Fiora tiltást pedig azért tartom jónak a Team Liquid-től, mert ha nem is a, nem is tudom, mérkőzés lehozó szerepben van már a 6.4-es változtatásokban, de Poppy ellen egy jó választás. Tehát valamelyest, mintha az előrevetített választást tudták volna kitiltani az Energy-től. Illetve ott van azért Graves is, ez már 3 felsősvényes tiltás, amit felsoroltam. Ha Impactet kiemeled, hogy nem biztos, hogy megbízható a teljesítménye, és még hangsúlyt is kap, akkor lehetséges, hogy megvan az Energy gyenge pontja? Én úgy gondolom, hogy igen, illetve Moon sem. Talán Moontól is többet vártak, mind a csapat, mind Észak-Amerika. Neki is volt egy-két olyan videója, illetve olyan ismertető interjúja, amikor róla volt szó, hogy ő, mint Challenger Series-ből érkező dzsungeles játékos, mit várnak el tőle, és hogy azért nagyon nagy volt, én úgy gondolom, az elvárás. Hú, azért átment egy gyors Akalin, azt viszont nagyon megnézném felsősvényes tank Akalit Impact kezében. Máséban is, csak jöjjön. Nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi lennék, és rettentő izgalommal nézném azt a meccset. Viszont egyébként Ash ugyanúgy jöhet akár a meccsbe. Koreában nagyon sokszor szokott jönni ez a lövész hős, de én úgy gondolom, hogy maradnak a metánál, és el fogják hozni Nautilust, aki, hogyha felsősvényre érkezik és általában oda szokott jönni, akkor kellően erős tankká tud válni, és mindenképpen a fókusza, illetve a CC-i azok kulcsfontosságúak lesznek a meccsen. Ugye ezt az például Prey szokott nagyon sokszor hozni, neki egyik kedvenc karakter, és hát most meg is teheti, hát ezzel a kvázi egy darab vereséggel, amivel rendelkezik a Rockstigers, hát nehogy már elhozom. És olyan kristálynyilvesszöket szokott lenni, tehát én csak így csodálom, hogy Jézusom, édesem, hát anélkül is megöltétek volna, de hát így. Az igazi kérdés most szerintem az, hogy Lurlo mit fog hozni az ellen Nautilus ellen, hiszen Poppy nem elérhető, erre már kitértünk. Fiora végső választásként nem maradt bent, és ugyanúgy nincsen Graves sem, tehát milyen felsősvényes karakter az, ami maradt. Az minden esetre biztos, hogy Corki átment megint csak a tiltólistán és az első választási fázison is. De úgy gondolom, hogy ez most az egyszer egy indokolt átengedés volt, mert Nautilust így a felsősvényre el lehetett hozni, vagy ha nem is a felsősvényre, de egy karaktert el lehetett hozni. Vagy jöjjön egy középsősvényes Akali GBM kezébe viccen kívül, tehát hogy így, nekem még az is belefér, de ez túl feltűnő, hogy mindig megvillantják. Ha sokáig incselkednek, morcosak leszünk. Tehát, hogy ez a villantagatás, ez nagyon-nagyon-nagyon feltűnő dolog, de attól függetlenül lehet, hogy tényleg csak velünk játszadoznak. Az alsó ösvényre Matt kezébe, ugye ő az NASCS gangstere, ahogy ugye már tegnap is kiemeltük, érkezik majd egy Braum, aki az a 21-4-es statisztika nem feltétlenül a legjobb az ő részében, mármint ez a 21%-os győzelmi arány, viszont nagyon sok lehetőség van, én úgy gondolom, Braunban, és amint ki tudják használni, például egy Gletscher szakadékkal nem feltétlen kezdeményezni, hanem a támadást megállítani,
Mert én úgy gondolom, hogy az rettentő erős tud lenni, hogy úgy tudja például Matt végső képességét használni, hogy azzal az ellenfél csapatát akadályozza meg a támadásban, az mindenképpen jó lehet. Most pedig nem tudja eldönteni, én úgy gondolom, a Team Liquid, hogy hova érkezik Nautilus, hova érkezik Trumdal. Így viszont egy remek választás, mert most fel kell fednie még kettő darab lakját a piros oldalnak. Altek kezébe mindenképpen Kalista érkezik, és akár mindkét hős jó lehet a túlvilági hívásra. Igen. Egyrészt gyorsan jöhetnek a jégoszlopok Trumdeltől, illetve az ultiával rögtön lophatja el majd a tangosságot. Másrészt, hogyha Nautilus érkezik, egyrészt egy vasmacskával tovább lehet kezdeményezni, illetve akire például a fejlütést meg tudta játszani, azt már rögtön földhöz is lehet szögezni egy következő alaptámadással. Bizony. És ezért is úgy gondolom, hogy nem kell választani még az Energynek, hogy melyik karakter melyik ösvényre menjen. Majd ráérnek még eldönteni, viszont Darda Cleasinezni fog. Ez már egy, úgy gondolom, hogy igényelt választás volt. Piglet pedig Lotionezni, ami még mindig azért egy bomba biztos lövész, de nem Kalista ellen, erre is kitértünk a tegnapi nap folyamán. Hiszen a játék végső szakaszában, ha kitérsz egy lézersó elől, akkor... Hát elég sok sebzéstől megúvtad magad, és közben azért élet loptál, és így tovább. De egy gondolatnyi kitekintés, Uzaki Nóninak köszönjük szépen a negyedik havi feliratkozását. Puszi. És Pierce puszil. Puszikat küldözgetett innen a háttérből Pierce. És megvan a végső választás. GBM zedezni fog egy jót a középső ösvényen. Kongwon kezébe pedig ma, Kongwon pedig kiválasztotta Moonnak a karakterét, a dzsungelbe Alice-t. Zed az, aki eddig mindkét meccséből megnyerte ezeket az összecsapásokat, tehát eddig 100%-os statisztikával bír az észak-amerikai bajnokságban, és bizony-bizony ugye most Korki ellen lesz a középső ösvényem, és nem volt Lulu tiltás. Ellene lesz. Nem volt Lulu tiltás, úgyhogy akár bármi, itt és a Gangplank, úgyhogy még azért a Team Liquidnek van lehetősége e között, a két között. De én úgy gondolom, hogy a Lulu-nak talán nagyobb az esélye, hogyha azt nézem, hogy Lee Sin azért a játék korai szakaszában mindenképpen fog majd fizikai sebzést okozni bőven, és azért ugye így már megvan talán kiegyenlítve a fizikai és varázssebzés különbség a csapatnál, így jöhet majd a felső ösvényre Lulu, középső ösvényre Korki. Megint nem egy sima kompozíció van a Team Liquidnél, hanem egy ilyen rizikompozíció, mert tényleges tankosságuk az nincsen, sőt, tényleges tankjuk nem is lesz, mert Dardák, ha tankosít, akkor is egy Lee Sin marad, aki azért nem a legtökéletesebb tankválasztás. Mattnek a Braumia pedig, amíg van fala, addig minden túlél. Ha elfogy a fala, semmit sem fog túlélni, és hát ugye pont egy Zed ellen a Lulu választás az indokolt, és kell is, de így viszont lehetséges, hogy rákényszerítetek egy olyan választást a Team Liquidre, amit alapvetően ők nem szeretek volna. Igen, nagyon kíváncsi leszek majd Lurlónak a Lulujára, ugyanis én, hát ezt most nem fogom mondani, hogy játszott-e vele, biztos, hogy játszott vele már sokat, az LCS-ben még keveset mutatta meg ezt a hőst, a sportszerű készfogás után pedig majd szépen lassan töltünk be a játékba, ahol az Energy majd a kék oldalon, míg a Team Liquid a piros oldalon fog játszani, és nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi leszek Zedre GBM kezében. GBM eddig, én nem tudom, tehát, hogy annyiféle karakterrel játszott, és ennyire nem lehetne azt mondani, hogy GBM, ő az orvadászokat szereti, GBM a mágusokat szereti, GBM a nem, GBM mindent szeret, csak ugye az az érdekesség, amikor hoz egy meglepő választást első nap, elhozza a második nap is, és akkor az első nap nyer vele, a második nap meg elveszti. Ez bejátszott a Zillionnel, bejátszott a Karmával, ma nem ugyanazt a választást hozza, mint tegnap, úgyhogy ma esetleg megtörheti ezt a jeget. És ha ezzel is ellopja a baron nasort, akkor én barosálok. Viszont amire ki szeretnék térni, az az, hogy a játék korai szakaszában az előny, attól függetlenül, hogy az előbb kitértünk a különbségekre a játék későbbi szakaszában és a csapatharcokban, a Team Liquidnél lehet, közben Dardok a pókot elfogyasztja. Hát látom, egy ilyen 80 életerőbe fájt ez neki. Viszont visszakanyarodva, a játék korai szakaszában azért lehet veszélyesebb a Team Liquid kompozíciója, mert az ösvényen jobb választásaik vannak összességében, tehát
Phoenixnek a korkia alapvetően úgy gondolom, hogy tud teljesíteni GBM-z egye ellen, sőt, pláne azzal a kifárasztással. Még Oltek Kalisztájával szemben Pigletnek a Lucianje, én ezt az összecsapást az ösvényen legalábbis Luciannek adnám. Pláne úgy, hogy neki Braumia van, még Altek mellé egy Trundle érkezett a gyengítés után. Pontosan, és ezért lesz érdekes, hogy lesz-e ösvényváltás, kezdeményezés, mélységi őrszámeket nem helyezett ki egyik csapat sem, úgyhogy erre rálátása senkinek nem lesz. Az Energy mindenképpen szeretne ösvényt cserélni, de ugyanígy a Team Liquid is hasonlóan gondolkodik, úgyhogy majd meglepően fogják tapasztalni egymást, hogy így hop-hop, itt vagyunk a felső ösvény, hogy ti is itt vagytok, jó, akkor meg lehet az, hogy megáll az egész játék és elindul a normális ösvényfázis, vagy egy rögtöni változtatással egy újabb ösvénycserét eszközöl majd valaki. Dardak is, hop-hop, na. Aha, az aha. Viszont látszott még az Energynek is, a lopás az, ami az igazi a lopás nem érkezik. Így két farmmal rendelkezik jelen pillanatban már Piglet, és nagyon nagy lemaradással érkezett az ösvényre Altek. Nem is csak tapasztalati pontra gondolok itt lemaradás gyanánt, hiszen ő is elhozott egy darab kis vöröske szederhátacskát. De ki lehet zónázni, és ez az, ami igazán fontos, és így nem tud visszaérni az első minél hullámra, ami, hogyha jól be van fagyasztva, jól láthatjuk, hogy be van, akkor igazából még tapasztalati pont hátrányt a továbbiakban is elősegít, így is van, megvan a kettes szintpigleten, és megy is az akció, gyönyörű szép egyelőre a kábítás, de ez csak fél életerőre volt elegendő, és Trundle-nél, aki passzívan visszanyeri majd azt az életet, ahogy pusztulnak a minionök, viszont Matt-nek is eltűnt nagyjából 25-30% életereje. Úgyhogy ez már második szintű volt, és fenn volt a pajzsa is, ugye ezért szokott veszélyessé, és ezért szokták nagyon sokszor egyébként még a profi ligában is kicsit alábecsülni Kalisztát a korai szinteken, ugyanis ő első szinten is ugye általában a kitépéssel rendelkezik, és azért ott, hogyha mondjuk 4-5 dárdát sikerül vele lőnie ellenfelébe, akkor már konkrétan fél életerőtől tudja megfosztani ellenfelét, tehát... Mond viszont érkezik, és Lulóra jókor jön a helyhez kötés is. Így ez a kicsi Lulu meg kéne, hogyha jön, nem érkezik ki korán a kábítás, de a villanás már igen, a pirossal pedig lehet lassítani azt a Lulut. Kérdés, hogy elég a sebzés, még egy alaptámadás, nincs már villanás, így is van. A torony miatt pedig még Moont lehetne befejezni, de nem. Azok a minionök nem rendelkeznek elég sebzéssel. Nem bizony, így viszont mindenképpen egy-egy villanástól kellett megszabadulniuk a két játékosnak, de megérte, sőt kettő darab villanás, köszönöm szépen, Impact is villant egyet, még az első gyilkosság az Energy oldalára vándorol, és én úgy gondolom, hogy Lurlo nagyon agresszívan tolta be az ösvényt, főleg úgy, hogy ugye Nautilus van veled szembe, aki hogyha még vissza is akar gyorsan vonulni, köszönhetően persze a gyorsításnak, a szellem pedig... Hát elárult a gazdáját, vagy legalábbis úgy néz ki, hogy a békát azt nem szeretné megmutatni neki. Dardak tehát következmény nélkül tudja elhozni a kék erősítést is, majd utána a békát is, mivel alapvetően Moon megmutatta magát az alsó ösvényen, erre volt is lehetősége. De még egy fontos tény, amit ki szeretnék emelni, az az, hogy Moon már hazatért, az első gyilkosságból való pluszpénzt el tudta már költeni, lehet neki rálátás előnye, és így összességében az Energy csapatának is. Még Dardak szintelőnnyel rendelkezik, farmalőnnyel rendelkezik, szintelőnnyel már nem, de nem tért haza. Nem tért még haza, ez így van, még el fogja hozni mindenképpen az ősi krúgokat, és majd utána fog szerintem hazateleportálni. Végül az Energy felső ösvénye nem került veszélybe attól függetlenül, hogy nem látták Lee Sint, viszont annak köszönhetően, hogy a sújtás ugye kiérkezett az éjfarkasokra, rögtön lehetett a jelzést mutatni, hogy bizony-bizony arra vonul vissza a Team Liquidnek a dzsungeles játékosa, a hetekék pedig beszorulnak a torony alá, ezt egyébként várhattuk is köszönhetően az első szinteknek és a tapasztalati pont előnynek. Ez volt folyamatosan, amit láthattunk, és próbálja visszahozni magát Altek farmolás tekintetében, de hát nem nagyon sikerült egyik csapatnak sem. Impact kettő darab Doran gyűrűjét vásárolt, így mindenképpen szeretne még tovább kimaradni egyrészt az ösvényen, másrészt az ösvény fázisát picit megerősíteni. Míg ezzel szemben Lurdo inkább egy cipőt vásárolt, egy kis cipőt vásárolt, mert nem nagyon örült annak, hogy nem tudott elfutni az elől a nyolc lábú pók elől. Aki egy
egyébként most szeretne beérkezni a középső ösvényre is. Phoenixnek van villanása és kifárasztása is, de megvan JBM-nek is a hatos szint a halál jelével, pedig halálra lehet ítélni majd Korkit. A felemelkedés nem érkezik. Kérdés, hogy míg hova jön a kábítás, nem jó helyre, és így Dárdák fordulhat. 4-es szintű a pók, 5-ös a vak kopasz, de nem, mert a felemelkedés leereszkedéssel elmenekülhet még Moon is. Igazából mindkettő. Hopp, itt azért. Na Matt. És vajon Matt megmenekülhet? Hiszen egy kábítás már ott van Konkvonon, az életereje fogy, de neki is van villanása. Van neki kifárasztása is, és így megint nincs gyilkosság, csak egy kis adok-kapok. Adok-kapok mindenképpen, a csere megtörtént a felső ösvényen is, de azért a középső ösvényes rajtaütésekre szeretnék itt most még visszatérni egy szó erejéig. Mindkettő dzsungeles játékos egy-egy képességet félrelőtt, innentől kezdve nem volt már esélye a gubót. Én úgy gondolom, hogy kicsit túl komplikálta Moon, nem tudta, hogy merre fog pont mozogni Phoenix, ugyanis ő azért elvillant, és hogyha egy kicsit balrá húzza neki is, balrá húzza az egerét, akkor tökéletesen jó lett volna a kábítás. Akkor érkezhetett volna GBM, aki egyébként kivárt mindenképpen a halál jelével. Dárdák pedig talál most a lészinkú. Betalált, de az előbb viszont nem talált be. Ugye a kis pókra, akire be lehetett volna ugrani, és ugye mondtad is, hogy 4-es szintű, tehát a szintelőny meg lett volna. Viszont így érkezhet a felső ösvényre a nagyjából fél életerős energy alsó ösvény párosa, a teleport pedig szintén itt van Lurlótól, ő majd megmenti, aki bajba esne esetleg. Altek és Konkvon, úristen, milyen életerő veszteség van ott, Lurló viszont meg fog halni. Egyes a csere, a torony tankolás borzalmas volt a Team Liquidnél. Piglet, mintha nem is akart volna hozzászólni ehhez az egészhez. Van még gyógyítása is, van még villanása is, Lurló pedig még a rendelkezett is. Vadon szavával, nagyon kevés manával érkezett. Nézzük is visszajátszásban, rögtön kijön a kifárasztás Altekre, de érkezik egyébként a mentő teleport. Dárdák az, aki ráugrik Konkvonra, így lehet őt egy picit majd kábítani, viszont csak Alteket tudja befejezni az egész csapat, és azzal, hogy érkezett Impact, rögtön vissza kellett vonulni a Team Liquid csapatának, mert nem lehet Nautilus. Nem lehet Nautilus mellett, torony alatt harcolni, ugyanis ő bármennyi sebzést is elkezd majd kapni, folyamatosan ugye oda fogja szögezni annak a hatalmas vasmacskának köszönhetően azt a karaktert a torony alá, így folyamatosan kapja majd a lövéseket, úgyhogy mindenképpen jó volt a felmentő teleport Impact-től, aki egyébként egyrészt tud vezetni farmban, így ő nem fog lemaradni, akármennyire is később érkezik majd vissza az ösvényére, így helyreáll majd a rend, a felső ösvényesek, a felső ösvény, az alsó ösvényesek, az alsó ösvényen. GBM pedig azt mondja, hogy én igazából nem vezetek farmban, viszont most vagy kitakarítok egy mindent látó örszemet, vagy jövök rajta jutni a felsőre. Hát, vagy csak vagy egyik se. Igen. Jó, köszi, megmutatta GBM magát, majd utána az árnyék segítségével gyorsan vissza is érhet. Túl sok időt vesztene el egész egyszerűen, amíg kitakarítaná az örszemet, és megpróbálna rajta jutni is. Kaszing, és az 5 másodperces mindent látó örszemek. Teljesen jövös. 9. percnél járunk, tehát Phoenixnek még egyelőre van csomagja, ő viszont ezt kihasználhatná. Csak sajnálatos módon a szellem az most viszont felfedi Phoenix ezen próbálkozását. Moon az, aki az alsősvény környékén szintén olálkodik, viszont Dárdák már érkezhet, és Impactre van még villanása a tengeralattjárónak, de gyönyörű szép még igazából a feldobás, és így Impact villanása árán ugyan, de megmenekül egyelőre. Itt van még Dárdák a feld... Ez nagyon rásos megmozdulás volt egyébként. Ugye? Iszonyatosan tiszteletlen az az Impact, legalábbis ami Lee Sin sebzését illeti. Hát jó, gyilkosság. Gyilkosság, és nem is értem, hogy hova vonult még kijebb. Ugye látszódott egyébként Dárdák mozgásán, hogy ő nem szeretné abba hagyni ezt az egész rajtaütést, és valószínűleg valahol a torony mögé kellett volna vonulnia Impactnek ahhoz, hogy talán egy nagyobb biztonságban legyen, mert egyrészt azzal, hogy Lulu Vadon szabával megkapta még a feldobást is, egyszerűen sehova nem lehetett menni. Feldobás, lassítás folyamatosan érkezett minden oldalról, és így el tudta hozni a gyilkosságot a Team Liquid 2-2-re módosítva így, és az arany előny az maradjunk annyiba, hogy nincsen. Ugye egyik oldalról a felső ösvény, a másik oldalról a középső ösvényen van előny, így ez kiegyenlített, másik többi helyen pedig egyenlő a farmolások aránya. GBM bételhetné be egy picit Phoenixet, aki inkább okosan hátrébb vonul, így nem lesz nagyobb veszélyben. Varázs ellenállást vásárol Impact első. Hát első tárgya az majd valószínűleg a szellemarsz lesz, még ezzel szemben Lurló
Kicsikét feláldozza az ösvény veszedelmet. Az ösvény veszedelem Lulut, amit egyébként már megszokhattunk a középső ösvényen, és a korok pálcáját teszi magáénak majd szépen lassan elsőtárgyként 11. perc felé. Úgy gondolom, hogy még nincsen különösebb lemaradása, viszont Dardák megint itt van. Rugás, az természetesen van. Vadonszava ugyan nem elérhető, de a sebzés az nem volt rossz. És a Gletscher szakadék talán megint csak Kong van rá, akit ki lehet még húzni Altec által, és így marad. Hát a gyilkosság nélküli alsó ösvény sorozatlövés még sebez, de inkább a minének kitakarítására ment. Mindenképpen szép volt a kezdeményezés Mettől, és én úgy gondolom, hogy nem akarták túl túlzásba vinni ezt az egész támadást, ugyanis nem használtak el egy Jézus. Az a gubó mellé. Hova? És még én finoman fogalmazok, Phoenixnek viszont az életére már jócskán kevés, és így Dardak nem tud berohanni, pedig alapvetően ő is itt van, sőt, még Moon egyelőre nem. Moon nem szeretne vele cserélgetni, hiszen 8-es szintől Lee Sin, és 7-es az Alice. Ugye erről ezt szoktuk mondani, én úgy gondolom, hogy azt várta, hogy Phoenix majd Valkyrie-rel fog menekülni, akkor találja mondjuk félúton el a gubó azt a Corkit. Tehát, hogy pont erről beszélünk, ez már a második vagy harmadik olyan gubó, ami talán egy picit túl van számolva, túl van komplikálva, hogy akkor majd ő oda fog érkezni, amikor majd én oda lövöm azt, hogy úgy. És nem, tehát Phoenix úgy gondolja, hogy nem ennyire, én nem akarom túljátszani ezt a játékot, nekem bőven elég, ha vissza tudok vonulni, illetve általában szokott jönni Dardak segíteni, amikor nagyobb a gáz, Piglet pedig minden egyes szellemet de figyelj, szerintem egyébként van ott egy igen, találjunk ki, hogy az izirott kapu csak ilyen szellemeket lő ki ott magából, tehát, hogy nem tudom, de érkezik az... egyébként Moon is közben, jó a lassítás, de Metre, akire alapvetően nem jó fordulni, mert van egy ugrása, viszont itt van Moon, és még mindig harcolni szeretne a Team Liquid alsó ösvény párosa, felemelkedés leereszkedéssel menekül a rajta ütő Alice. Nincsen gyilkosság, de jó volt a visszaterelés a Team Liquid-től. Mindenképpen is ugye Mettet kellett, hogy ellője és eltalálja a kábítással, mert nem volt esélye Piglitre, tehát mindenképpen biztos vagyok benne, hogy ő lett volna a fókusz, hogyha van rálátása, de nem tudott rálátni, mert előtte állt egy borzalmasan nagy pankrátor srác, bajusszal megtoldva, tehát innentől kezdve nem lehetett egyszerűen a lövészt lőni és a lövészt fókuszálni. Így viszont a Team Liquid az, aki megint csak egy kis előnyre tesz szert, itt gondolok a farmokra, másrészt arra, hogy a tornyot ők tudják majd így egy kicsit sebezni. Én úgy gondolom, hogy ez most egy olyan játék, ahol nem a megszokott gyors dolonydöntések, hanem a régi módi ösvényváltásra való reagálás, illetve az utána való helyreállás, és egy ilyen kis szép, megszokott ösvényfázisú játék, aminek majd hát talán ilyen 5 perc múlva lesz vége, amikor elkészülnek, már most ugye elkészültek az első tárgyak, de az első tornyok még nem nagyon dőltek, ezen változtathatnak egy jó gyilkosság valamelyik ösvényen, ahol meg lehetne akkor tolni az első tornyokat, ugyanúgy, ahogy Phoenixen elkészült a háromság hatalma, hasonlóan a Marmorcius bendője már ott figyel GBM-en is, ott pedig nincsen már vörös. De még el lehetne lopni azt a vörös pengecsört, amit mond gyorsan lesújt. 10 másodperces volt a késés a vörös Cedar hátra egyébként Dardáktól, aki, hát ahogy a déli dzsungel részen próbál végig rohanni, folyamatosan őrszemeken szalad át. Most jelen pillanatban is ez fog történni egyébként, hogy az alsó ösvényre érkezik majd. Kérdés, hogy így is megpróbálnak a torony alá érkezni, hiszen az Energy visszaléphetett alapvetően, és így toronyra lehet viszont fordulni, ami a mérkőzésnek az első tornya a 15. perc felé, ahogy érkezünk, és így megszerzi a célpont és az aranyelőnyt is a Team Liquid. Ha megnézzük egy picit a talizmán fejlesztéseket az Energy oldalán, rögtön 3 darab rálátást biztosító pontosabban. Lulu már villan is, és a lassítás még jó Moontól. Helyhez lehet kötni a kicsi Lulut, és most már nincs semmiféle képesség a túlélésre. Villant, vadon szavázott meg minden, GBM pedig lefejezte. Égetése kiment, de kit érdekel, megvan a gyilok. Pontosan, és még akár teleport. Érkezik a középső ösvényre, ahol 3-4 Team Liquid játékos már menekül, és itt bizony mélységi roham kell. 2 ember sikerül is feldobnia ezzel annak a csúnyán mellé vasmaskázó öregnek, viszont
Moonnak már jó a villanása, és így Lee Sin be lehetett fejezni. Oh, a megmentés az még jó. Beismer, menni Kong Fu, erről van szó. Piglet még fut, Piglet még mindig fut, túl is fogja mindezt élni. Moonra pedig a kifárasztás nem rossz, de ő nem akar gyilkosságot elhozni. Impact szintén kevés életerővel, de megy tovább. GBM pedig bemegy három ember közé. Kettős gyilkosság, meg lehet-e a következő, az a kérdés? Nem! A töltési idők közbeszólnak, de még így is gyönyörű a csere. GBM, hogyha ezt a gyilkosságot is elhozta volna, akkor szerintem megkaphatta volna a 7 MVP-je címet, mert azért ez nagyon-nagyon szép játék volt tőle, nem sajnálta a toronysebzés sem, illetve az egész Energy csapata, én úgy gondolom, hogy akármennyire is kevés élettel. Ugyanilyen merészen játszották végig az előző csapatküzdelmet. Nézzük is vissza gyorsan, mi történik. Érkezik a teleport, ugyan bedönthetni a felső ösvény tornyát, de nagyon jó a mélységi roham, viszont ez a vasmacska csak ugye közeledésre jó. És nézd meg, hogy Impactnek már semmi élete nincsen. Konkvonak is ki kell villannia, de ahogy jön a túlvilági hívás, vissza lehet lökni. Két emberes a feldobás. A villanása pedig Alteknek kiment, hiszen a csomaggal próbált rá érkezni Phoenix. Láthatunk egy kis disrespected Darduktól, ez várható is. 6-3 a gyilkossági állás, viszont torony előny az a Team Liquid csapatánál van, tehát az Energy, még ha sok gyilkosságot el is tudott hozni, nem tudott tényleges erőnyt megszerezni, hiszen te is kitörtél már rá, hogy középső ösvényen, és most már az alsón is egyébként a farm előny az a Liquid csapatát erősíti. Így összességében a csapatharc az szép, de mire elég. Nincsen és igen. Villanás, nincsen teleport, és most pedig... Sem. Igazából nincsen semmi jelen pillanatban, csak a barátok Kong Won és Moon, akik egyébként már kezdeményeznek is. Kong Wonnak jó volt még a végső képessége, de elfogyott, és így 5 darab Liquid játékos lehet zónázni. Komolyan? Ajja! Pedig közben egyébként az alsó ösvényen megy tovább GBM, persze. Phoenixnek kevés az életereje, van cserében manája. Hát igen, ez szép sebzés, lassítás, hazatérni pedig lassabban tud a Team Liquid két játékosa is. Eközben egy torony GBM jó voltából meg is lesz szerezve, és azért is nagyon fontos, hogy ő lencsét hozott magával, mert így előrevetítette, hogy ő külön fog menni alapvetően a mérkőzés teljes hosszán. Pontosan is mindenképpen ki kell emelni Kong Won és Altex szerepét az előző rajtaütésben, ugyanis nagyon jól érkeztek a felső ösvényre, és hogyha nincs ott az a trándő, akkor valószínűleg Impactet úgy temetik el, ahogy nem szégyellik a Team Liquid játékosai. Öten halálnyugodtan bemehettek volna torony alá, elhozzák a tornyot és még a gyilkosságot is, viszont annak köszönhetően, hogy ott trándő, jött a gyorsítás, jött a lassítás, jöttek a folyamatos zaklatások, illetve látták azt, hogy Altex is ott fog sunyulni, hogyha szeretne, akkor egy pár dárdával megkóstoltathatja majd a Team Liquid játékosainak hőseit. Így viszont, hogy a két alsóösvény játékos segített Impactnek, nem volt gyilkosság, sőt, még köszönhetően GBM váltott ösvénytolás taktikájának el tudták hozni az alsóösvény külső tornyát, most pedig Impact mehet majd a felső ösvényre, ahol szintén kevesebb, mint fél életerőn van a torony már. Ő az, aki még mindig tudja tartani a farm előnyt, ez viszont Lurlóval szemben, vagy egy Lurlónak egy nagy hátrány. Egyrészt nagyon sokat kell mozognia, hogy próbálja menteni csapattársait, ugye hát pont azért jött egy kis Luluval, hogy az ő vadon szava és az ő gyorsításai, pajzsai mindenek találjanak, de így elveszti a felső ösvényes utolsó külső tornyát is a Team Liquid, ezzel 3-2-re módosítva a toronyállást, akár lehetne fordulni egy jó sárkányra. Ami a mérkőzés első sárkánya a 20. perchez, ahogy érkezünk, és mivel a felső ösvényen ugye Impact most döntött tornyot, Lulónak is van teleportja egyébként, és Impactnek is. Kérdés, hogy lesz-e harc azért a sárkányért, kicsikét lassabban mozog a Team Liquid, tehát nem gondolnám, így is van, hogy ebbe beleszólnak, de utána a csapat az kialakul, a teleport érkezik, és a Team Liquid-től egyelőre Altek nagyon rossz pozícióban meg is hal, és beragadt még Kong Won is, ez kettőgyi, nem, a villanás a szép, a Gletscher szakadék meg még szebb, így igazából a lassítás után Darduk biztosítja a gyilkosságot, és megy is tovább, de meddig jó még rá a helyezkötés, meg a kábítás, és így GBM az, aki be tudja őt fejezni, megint csak haláljele, éjségetés. Egy-egy előre a csele. Az, hogy be van biztosítva a gyilkosság, szép és jó, de Kong Won mocskosul idegesítő, és azt nem mondta, hogy executed lesz, mert menten összemegyek. És de. Az. Egy-egyes a csere. Az. Nagyon szép játék Kong Won-tól, köszönhetően a pagy birodalmának ugye nagyon fel tudott gyorsulni, mint egy Forma 1-es autó.
utána pedig a torony volt az, aki végzett vele. Nem volt elég gyors Piglet, és nem áldozott még egy villanást erre, ez teljesen jó. És GBM az, aki kicsit furán építkezik. Nem furán, titánhidrán. Titánhidrán. Hidrán építkezik. És így van tankossága is majd igazából, miközben a visszajátszás érkezik. Altekre nagyon jó a fókusz, alapvetően érkezik is a, a két teleport. Egyszerűen beugrik, és onnan már nem tud hova menni konfont, pedig a villanásának köszönhetően tud kimenekülni, és az utolsó utáni centiméter, ahonnan még eltalálja a Gletscher szakadék, az rettentően szép. Itt viszont GBM az, aki azt mondja, ha már talál a kábítás, akkor itt az utolsó a halál jele, és ugye köszönhetően az ő kis klónjának vissza is tud térni az ő árnyékának köszönhetően, ugyanis azért a sárkány dühe rugásának távolsága az szép volt, és így bajban is lehetett volna, de hát ő egyszer. Így is van. Tehát 7-4 a gyilkosságok állása, még egyszer ebből 4-gyel rendelkezik már GBM. De hát ha már úgyis azt mondjuk, hogy GBM, akinek van egy halál jele, akkor azt is tegyük hozzá, hogy már két darab sejmöv elkészült a két lövészén a Team Liquidnek. És alapvetően is ott van egyébként egy Lulu, aki életben tud tartani bárkit, még akár Zeddel szemben is a vadon szavával, meg a mókusizációval. Dardak pedig közben elhozza ugyan a saját piros erősítését, de Moon itt van. Moon szeretne ebbe beleszólni, a kábítást nem talál, Dardak attól még rossz pozícióban. Ez még egy elhibázott vasmacska, és a lassítás még mindig ott van Dardakon, de a vadonszava megmentheti. A Gletscher szakadék 4 emberes, és így talán fordulhatna a Team Liquid, ők is ezt hitték, de nem. Egy gyilkosság egyelőre az Energynek, és nagyon szép a sorozatlövés megint csak. Egy gyilkosság megvan, 2 megvan, mehet még mindig Piglet, gyógyít is, fejbe lövi a Kalisztát, és a sejmövvel mehet még tovább. Moon, meddig futsz? Dardak még mindig követ, a lassítás meg lehet, de nincs elég energia, de bemegy, mert betalált a Lee Sin-Ku. Most már lehet lassítás, a piros miatt meg alapvetően is volt, de a póknak 8 lába van, és nagyon gyors, 3-1-es a csere, balra fordul a Team Liquid. És Moon nem fogja otthagyni, nem fog hazamenni, én úgy gondolom mindent meg fog tenni azért, hogy megpróbáljon bekerülni valahogy a Baron Nashor odúrja környékére, esetlegesen egy lopást megengedni, mert most még ha meghal, az nem annyira rossz, viszont... Nagyon kevesek az életerők időközben, és itt van még mindig Moon, elhozza a Baron Nashort, és majdnem gyilkossággal is szépít, arra viszont ott van alapvetően GBM. Egy gyilkosság az egyért, meg a Baron Nashor, és a villanás GBM-től... Az belement a falba konkrétan. Hát igen, de megvan a kettős gyilkosság, és ez az, ami számít, majd utána még a visszahúzás jó Impact-től, aki teleporttal érkezett. Háromszoros gyilkosság azon az Eden, akiről végig beszéltünk. És az valószínűleg egyébként egy penta is lehetett volna, hogyha a másik irányba szeretett volna menni, mert úgy villog mind Lurlo, mind Dardak, hogy ez igazából egy-egy támadása lett volna a GBM-nek, viszont én azt kell, hogy mondjam, hogy ez az okos játék, mert nem vállalta se túl magát, nem mondta azt, hogy hú, nekem kell a penta, hanem inkább azt mondták, hogy egyrészt elhoztuk a baronnasort, hozzunk el még egy tornyot, még 2 tornyot, meg közben ugye megérkezett Altek és Konkon a középső ösvényre, és már is 5300-os a baronnasor powerplay, ami ugye 2 emberen él eddig, ugye csak Moon és GBM volt, aki túl élte egyébként az addig, nem, bocsánat, Konkvon és Moon volt, aki élt abban a pillanatban. Innentől kezdve nagyon jó játék volt. Nézzük is a visszajátszást, pont ezt mondtam, hogy Moon nem fog hazamenni, hanem megpróbál majd bent maradni, és a felereszkedés képességével be tud ugrani mindenki közé, és tökéletesen jól tud sújtani. Dardaknak alig van élete, pontosabban nem sújtott. De nem ám. Dardak sújtott. Isten, Dardak lesújtotta túl korán, és így viszont csak egy pók csípést tudott mutatni Impactnek, tökéletes a teleportja, így tud érkezni és megállítani a Team Liquid visszavonulását. Így GBM-nek megvan a 3-as gyilkosság, és utána nem a túlvállalásra, hanem a toronyfókuszra koncentrált az Energy csapata, és úgy gondolom, hogy ezzel jót tett mind magának, mind csapatának. 5-2-es a torony állás, míg 1-0 a sárkány és a baron is, 40 másodperc múlva pedig jöhet majd a játék második sárkánya. Úgy néz ki, hogy még Sterakot is szeretne majd magának tudni GBM, vagy ha nem is Sterak készül még abból a Jauri mökléből, akkor esetleg egy jégkalapács. Így van. Azt képzeld, folyamatosan ott lassítgat majd
Az a, az ennek az is kell majd egy új név, ez az Undor Assassin Build, az. Ami GBM fog bevezetni Amerikába. Viszont ugye még van egy, az egyetlen egy külső tornya a Team Liquid csapatának, ezt szeretné teljesen egyedül elhozni majd GBM. Erre válaszol pedig Piglet-et küldik, neki van még sejmőben mindig, de idézői képességei nincsenek, még GBM-nek van égetése is emellett. De térjünk is vissza a középső ösvényre, hiszen még fél percig baronnasor erősítés mellett veszélyeztethetik az Invitort védő tornyot az Energy játékosok. Illetve egyébként úgy is lehetett volna több gyilkosság a GBM-nek, hogyha az a villanás még jó helyen talál. Közben meg gyönyörű szépen ragad meg egyébként. Mindegy, kicsikét érdekes jó az illen egyébként GBM, tehát nem igen. A falba, akkor is lehetett volna több gyilkosság, mert valószínűleg Impact fel tudta volna tartani addig mind megféket. Ezt mondtad is, persze. Hogy még bőven odaérjen egyébként. Hajjajjaj. 6500 fölött a Baron Powerplay, de Matt közben kezdeménye az egyértelmű előnnyel rendelkező Energy csapatával szemben. Mellé megy a Gletscher szakadék, de legalább halál nem történt, még ha az életerejük meg is lett tépázva a Team Liquid játékosoknak. Nem sikerül bedönteni az Invitort védő tornyot, amíg még él a baronnasol erősítés. Az alsó ösvények az utolsó külső tornyot sikeresen elhozza az Energy. És igazából szerintem ez is csak idő kérdés, hogy mikor dől az Invitor, mert 8 és fél ezer aranyjal már vezetni tudnak. És hát a kompozíciójuk sem túlságosan rossz ezen a mérkőzésen. Második toronyerősítés, második sárkányjelzést hozzák el, ami a torony ellené plusz sebzés lesz számukra. Pontosan, és én még azt akarnám megkérdezni tőled, hogy azt képzeld el, hogyha Impact mechanikája Nautilusszal mondjuk közelebb állna a jóhoz, mint a közepeshez, tehát hogy mármint azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a vasmacskák találnának úgy emberre, és nem feltétlenül vagy a semmire, vagy a falra. Tehát most nem úgy értem, de gondold rá azt, hogy ha Impact ezzel a karakterrel olyan, nem tudom, vadállat lenne, mint mondjuk Nárral, akkor mi lenne itt? Tehát így... Értem, mire gondolsz. Tehát ha nem lenne mechanikai hátránya Impactnek, hiszen az elképzelései tökéletes. A teleport a középső ösvényre, villanással mélységi roham, hibátlan csapatharcot tudott ő kezdeményezni, de igen, a vasmacskák te még egyelőre... A kettős kezdeményezés hiányzik valahol. Egyébként Sterak kihívása lett a vége, az, aminek GBM megmutatja, majd azért így is eléggé undi lesz az azzed. Ez mostantól kezdve már nem egy orgyilkos. Nem. Ez egy harcos. Ez egy iszonyat warrior. Ez egy orharcos. Orharcos. GBM az, aki bemutatkozik majd nekünk, az a 7-1-0 azért az eléggé tiszteletre méltó, és akkor itt nem csak a sebzésére gondolok. Tehát a kettős kezdeményezést, amit Impact képes lenne megmutatni, villan, jön az ulti, és arra még rájöhet egy vasmacska, sehova nem mész, mert folyamatosan azt mondja, hogy földindulás és lassítalak, folyamatosan a földhöz szögezlek a vasmacskámmal, tehát így... Az a sebzés? Az ott a sebzéset Biglitnek egy Zed ellen? Ez volt a sebzés. Na az a nem semmi. Igazából pedig már van utolsó lehellete is Pigletnek, de akkor az a vasmacska már gyönyörű, de a sejmövvel még egyelőre futhat Phoenix, és így jó pozícióban is van alapvetően Matt az, akinek kevés az életereje, és ő meg is fog halni, az első gyilkosság ott van az Energy-nél, illetve még Impact is meghalt, de Lurlo követi őt, 2-1-es egyelőre a csere, Dardock még bemegy, majd utána ki is jön az éget, és be fogja fejezni, így van, Altec, 2-ös gyilkosság, 3-1 a csere. És fordulhat egyébként az Energy, ki fogja takarítani az egész dzsungelt, köszönhetően annak, hogy Alteknek van már letaszított királykardja, így azért tudja majd az élet erejét kicsit növelni, és én úgy gondolom, hogy ezt ki kéne szedni pontosan azt a őrszemet. Viszont jön is a visszajátszás, erről beszéltünk, hogy miért nem találnak ezek a fránya vasmacskák. Most pedig talán így meg is tudna menekülni Phoenix az ősejemővének köszönhetően, de nagyon szép egyébként még a válasza, Mac-nek négy emberes az, a Gletscher szakadék, de egyszerűen ugye azt mondtad, hogy elmúlik a pajzsa, innentől kezdve abszolút gyilkolható. A likvidesek visszavonulnak, és szeretnének még egy jól kivitelezett sorozat lövéssel valahol fordulni, de hogyha az égetés, illetve Kalista nem lett volna elég, akkor mindenképpen GBM is közbeszólt volna arra a gyilkosságra. Így 14-9-re módosul a halálok aránya az Energy javára, és 7-2 a torony, a Baron Nashor pedig most élet. GBM eddig egyszer halt a meccsen. Uh-huh.
Azt gondolja, hogyha még egyszer meghal, majd lesz még egy élete, és jól gondolja, mert hogy az őrangyal készül rajta, véleményem szerint. Vagy hogyha vesz egy holtak vértjét, az is elég undorító amúgy. Bármit vehet jelen pillanatban erre az Ezra, aki 10 gyilkosságban benne volt, abból hetet el tudott hozni magának. És ez még mindig csak az Ezra. Jó, megint a vasmacska, a Phoenix csomaggal kell, hogy meneküljön. És így a kezdeményező képessége a középső és fényes karakternek. Smafu! Hát akkor térjünk vissza arra, hogy 31. perc felé közeledünk, az óraedési idők azok már eléggé jelentősek, tehát egy csapatharc a Baron környékén, ami egyébként lehetséges, mindjárt az a meccset jelentheti. Ó, az bizony, nem egy jó fészcsek, Matt valószínűleg meg fog halni, bár jó volt még az ugrás, meg igazából ott van a fal is, de a haláljele befejezi, egy gyilkosság. És Mattnek is egyébként kijött minden, most a Gletscher szakadékra gondolok természetesen, mert másra nem volt. És így ez egy olyan gyilkosság az Energynek, ami a csapatharcot tönkre vágja a Team Liquidtől. Ajjaj, az a tojás nem talál, de a vasmacska megint igen, csak Phoenixet tudja eltalálni Impact, de őt megint be lehet fejezni. Kettő gyilkosságból viszont ez egy biztos és biztonságos baronnasor lehet. Kérdés, hogy meg... Közben alattak egy jó nagyot ugrik. Szóval az a kérdés, hogy megpróbált Dardak beleszólni, akinek alapvetően van sújtása, viszont egy Kalista az ellenfele, aki nagyobbat robbant még talán egy Lee-nél is, 1400 életerőt tud kitépni abból a baromból. Moon pedig úgy gondolja, hogy sújtani baronna soha. Az előbb se kellett. Az előbb se kellett sújtani, mégis elhoztam. Most pedig itt van velem Altek innentől kezdve. Ez nem az én feladatom. Ő teljesen másra használja a sújtását. Tehát innentől kezdve a második baronnasor erősítéssel élnek meg, és ott van a holtak vértje, amit egyébként kérdeztél, az épült egyébként GBM-en. Ez tehát hihetetlen. Az a Zed, az megölhetetlen lesz jóformán. Van életereje, van páncélja, van pajzsa, 2 darab pajzsa is van. Így nem. Tehát, hogy így, én így ilyenkor mondanám azt, hogy nem, köszönöm szépen. Ezzel már föl lehetne adni. Föl. Tehát egyet is. 9-1-3-as az a Zed. És kit érdekel az a pici farm lemaradás, amivel rendelkezik, nem? Tehát, hogy és, így, és wow. Pici, pont ez az Korkival szemben, aki viszont az egyik legbiztosabb farmoló gépezet az elmúlt pár hétben. Az inhibitor viszont dőlhet nem sokára, megint csak 4 ember van itt, a haláljele ott van Phoenixen, ezt le tudja szedni a sejemövvel, GBM talán túlvál a... Vicceltem. GBM visszafordul, hogy a tornyot veszélyeztesse tovább, dőlt közben az inhibitor, amiről lemaradtunk, legalábbis a középső ösvényen, de dőlt az alsón is. A vasmacska megint centiméterekkel lemaradva nem talál be Phoenixre, akit egyébként már nem tudom hányszor impact ki tudott kapni. És az utolsó inhibitor az, ami a felső ösvényen még áll, egyelőre, de jönnek a minionök. És úgy gondolom, hogy bölcs döntés, hogy mégis visszavonul az Energy gárdája, hiszen azért elég sok mindent áldoztak az elmúlt időszakban azért, hogy a gyilkosságot és az inhibitorokat döntsék, legalábbis ami GBM-et illeti, az biztos. És mit kell vásárolnia egyébként Pigletnek, ugyanis nem csak Impact és Conk van az, aki tankos tud lenni, hanem bizony már GBM is, ezért mindenképpen az utolsó lehelet majd Lord Van Damme, hogy volt a Lord Jean-Claude Van Damme üdvözletének ajánlásával mindenképpen majd Piglet is át tudja lőni, nem csak Impact, nem csak GBM, hanem Conk van, pontosabban nem csak Conk van egy Impact, hanem GBM tankosságát is. Nézd meg, mennyi élete van annak a Zednek. Hát vicc. Az úgy... Mármint, hogy viccesen jó, nagyon ügyes. És Impact, hogyha eddig egyébként nem lett volna jó farmolásban, akkor most már egyébként... Gletscher szakadék, minionökre érkezik. Haláljele pedig Pigletre, aki a sejmővel instant válaszol, de mi marad Phoenixnek az a kérdés, vadon szava? Még futhat is a kicsi Urf, megvan a gyilkosság, a Valkür tökéletes. Lurlo az, aki meghal viszont, és Piglet is mostanra már. 3-1-es egyelőre a csere, Matt szintén ott hagyja a fogát, Dardak túlélte. És a bázisra haza is térhet, de mennyi marad még abból a bázisból, az az igazi kérdés, hiszen csak GBM halt meg, egy tank, vagy valami nagyon hasonló. A bázist pedig az Energy csapata 35 perc alatt be tudja fejezni, és így megnyerik a mérkőzést a Team Liquid ellen. Ugye pontosan erről beszéltünk, egyrészt köszönjük Refardeonnak a 6. havi feliratkozását, köszönjük. Hello. Másrészt pedig erről beszéltem, hogy a Energy... Egyrészt annak köszönhetően, hogy GBM felvette a szenzációs sárga csokornyakkendőjét, biztos volt a győzelemben. Másrészt így képes játszani ez a csapat, és egyszer-kétszer már megmutatta ezt. Én azt nem értem, hogy miért nem képes ezt a
fajta teljesítményt folyamatosan nyújtani, mm-hmm. mert hogyha ezt a teljesítményt nyújtanák, akkor én úgy gondolom, hogy sem a Cloud9, sem a CLG, de még az Immortals sem ülhetne le nyugodt szívvel ellenük játszani, hanem bizony oda is kéne figyelni. GBM megint nagyon-nagyon jó volt. De beszéltünk, hogy a különleges választások azok az ő erősségeik. Hát én ezt az edet biztos, hogy abban a kategóriába igen. sorolnám. Így építve, és abszolút. Azért is volt zseniális, mert alapvetően Nautilustól azt várnád, hogy te, az mindegy, hát az elmegy afkolni valamelyik szélső ösvényre. Nem. Végig a csapattal mozgott Impact a 15. perc derekától kezdve, és GBM volt az, akit nem is láttunk, csak akkor, amikor tényleg muszáj volt ott lennie, mert már a csapattársai azok előkészítettek minden gyilkosságot. Az pedig, hogy a játék legvégén egy tankos zeddel be tudsz ugrani, és instant shame-övrál válasz, majd utána visszaugorhatsz, az megint csak egy olyan játék, amivel... És ugye tankos zed. Mit csinált a Team Liquid az utolsó csapatharcban? Júj, öljétek már meg azt a zedet! Öljük már meg azt a zedet! Aha, megölték a zedet, nagy nehezen, de hát addig a Heltek és a Kalista. Meg mindenki más teljesen nyugodtan. Dobálgatta a láncsákat, mindenki sebzett, azért Mumba is volt egy kis sebzés Alice-ként. Tehát, hogy Impact is no-scope-olhatott párat, teljesen. Ennyi, és így hello. Tehát ez, tehát hogy úgy sikerült építeni egy GBM-nek ezt az edet, hogy egyszerűen mindenki azt mondja, hú, ezt most nagyon gyorsan öljük már meg, vagy hát, és nem tudok gyorsan megölni, ez a vicces. Mindenképpen ki kell térni arra, hogy Moon baronnasor lopása rettentően segítette a csapatát, tehát azért akkor még igen. fordulhatott volna a Team Liquid, azzal a baronnasorra behozhatták volna egyrészt a torony lemaradásukat, másrészt picit azért egy nagyobb mapkontroll tudott volna kialakítani magának, a vörös oldal. Az a vicc, hogy az nem Moonnak a gyönyörű szép játéka nem, volt, hanem Dardaknak a hibája. Pontosan, tehát hogy Dardak hibája túl korán való sújtása, illetve az, hogy ott volt, de én úgy gondolom, hogy adjuk is át a szót az elemzői asztalnak, mert én meg akarom hallgatni GBM-nek az interjúját. Jó, adjuk, sziasztok! Sziasztok! Hallgass. Vision and for us, and he already stayed for team. And you also had big plays as well. There was some concerns about Moon in the beginning of the season, but he is playing very well too. How's that happening for the team? In scrim and in practice, I tell him this is team game, this is not low rank, and I'm tell about Vision control and do it for team about enemy jungler. And don't greed, focus on object, yeah. Don't greed, stay out of the bad. Yeah. Final question, GBM. The season's been going well, you're now 8-8. You actually had a good win here to separate yourself, but CLG, TSM, next week. How does the team feel? Now team feels, and still good, and I felt something last day, yeah. Versus Immortals. Oh, we improving now. And you can see, we are improving, and we can more. We'll be winning, and TSM last round, perfect game, and I can make same. Yeah, I show you. Thank you. All right, thank you so much, GBM. Congratulations, you can join your team. We are gonna throw it to the analyst desk for for more on that game. Thank you very much, Riv. A much needed victory there for Energy when it comes to playoff race and picture, and a bit of a stumble for Team Liquid. I want to run through the same report card that Kobe and I went through in the pregame. Üdvözlünk minden kedves nézőt, itt is vagyunk a hét mérkőzését követően, ahol az Energy csapott össze. Ahol az Energy csapta össze a Team Liquidet. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon erőteljes mérkőzés láthatom most jelen pillanatban. Volt itt izgalom is, volt itt akció is, ugye Darcig volt az, aki most jelen pillanatban egy kicsit más szerepbe, de ki tudta üvölteni a torkát, mert voltak szép jelenetek, amikor erre szükség volt, és ahogy már említettem, Darcig lesz itt most jelen pillanatban a szakkommentátor társam, jó maga pedig Talatosz vagyok, a beszéd hibás. Na! Kedves Darcig, most így, hogy volt időd a GBM interjú alatt egy picikét így
leüllepedni, hagyni ezt a mérkőzést. Mit gondolsz, mi az a legfontosabb dolog, amit ki lehet-e itt emelni? Tehát mi lehetett a Team Liquid vereségének a kulcsa, és itt most direkt nem az Energy-t kérdezem, Energy győzelmének a kulcsa, mert ugye arról beszéltetek. Tehát a Team Liquid vereségét szerinted mi alapozta meg úgy Isten igazából? Erre már a bajnok választásnál kitértünk, hogy a játék középső-végső szakaszában nincsen tényleges tankjuk, és ez azért is lehet eléggé fájú nekik, mert jó, persze, van egy Lulu, aki életben tart, van egy Lee Sin, aki tankos lesz, de tank az nem lesz. Illetve ott van még Matt is, aki ideig óráig bírja a pofonokat, de azért a pofonok előbb-utóbb átütnek azon a pajzson, ne gondold végig. És így összességében nem volt semmiféle válaszuk, nem csak GBM-re egyébként, hanem az érkezésre, Impact-től, mert kezdeményezni tökéletesen tudott az Energy csapata. Volt rá egy Nautilusuk, volt rá mellett egy Kalista végső képességük, ha Kalista a gyilkosságokból nem is vette ki túlságosan a részét, már olyan szempontból, hogy nem hozott el túl sokat magának. Attól függetlenül azért kezdeményezni tudott Konkvon által, és így a csapatharcban annyira otthonosan és mobilisan tudott fellépni az Energy csapata, hogy úgy gondolom, hogy nem volt kérdéses, hogy ha eljutunk eddig a pontig, ameddig eljutottunk amúgy, akkor ők fogják megnyerni a mérkőzést. Alapvetően érkezik is amúgy közben egy visszajátszás, ez már nagyjából a mérkőzés középső szakaszában van, ugye? Amikor ugye Impact megfejeli ugyan megint a falat, de megint kiérkezik tőle a mélységi roham. És itt még szerencsés is volt a Team Liquid, hátra kell lépni Alteknek is, aki már egyből gyógyít is, de ott vannak a dárdák, be is tudja így fejezni első ellenfelét Mattet. Phoenix pedig négy ember közé beugrik, kevés ugyan az életerő, is így Piglit mehet és tovább, egy gyilkosságot el is tud hozni majd kettőt, és a gyógyítás miatt Alteket is le tudja követni. És nagyon gyorsan reagál a sejemövvel is, de túlvállalja magát megint csak a Team Liquid, nem azzal, hogy üldözik Munt, aki még mindig él, és egyébként GBM is, hanem azzal, hogy elkezdik a baronna sort. Tény és való életereje van Pigletnek. Majd el is fogy neki, mert nem az a karakter, aki sokáig tankolja a baronna sort. Moon pedig beérkezik, a gupó mellé megy, viszont a sújtás dárdáktól hamar érkezik, és Moon az, aki el tudja hozni a baronna sort élete árán, de erre a pontra megérkezik már GBM is. Egy gyilkosság megvan, gyönyörű szépen ugrik ki amúgy dárdák, és a villanásával Lurlo is meg tud menekülni, de utána a teleport az már így is van, megérkezik már Impact-től kettős gyilkosság, majd a CC vonaton nincsen fék, a harmadik gyilkosságot is garantálja a középső ösvényesének Impact. Hát úgy gondolom, hogy ha a baronna sorra nem fordul rá a Team Liquid, jóval többet tudott volna elhozni ebből az összecsapásból, amit ugye éppen láttunk a visszajátszás során. Ugye alapvetően egészen addig a pontig, amíg nem szerezte meg a baronna sort saját magának az Energy, ugye még csak ilyen 3000-es arany körüli, tehát 3000-es körüli arany előnye volt, és ez lehetett az, amit Pikpak föl lehetett dolgozni a végén már 15000-esre is, tehát talán ez lehetett a végső döfés, úgy gondolom. És én úgy gondolom, még ezen felül, hogy Matt önmagában ezzel a Braummal azért jól tudott küzdeni. Tehát például ezen csapatküzdelem során is láthattuk, hogy azért egy olyan Gletscher szakadék, ami még 3 embert is földob, 4 embert lelassít. Tehát megint volt fantázia a Team Liquidnek a játékában, csak úgy talán azt kell mondjam, hogy a kommunikációval is volt gond, és a döntéshozatal. Mostanában nagyon sokat hibáznak amúgy a csapatok a döntéshozatal terén. Nem lett volna megint rossz ez a baronna sor hívás, de például Zed szinte az egész csapatküzdelem alatt ugye valahol az alsó ösvényen volt. Ahogy ezt mondtuk is. És teleportja miatt nagyon lassan ért oda, de amikor odaért, akkor nagyot szólt. De pont ezért kellett volna rá számítani. Tehát elhull mindenki, sőt, Zed valamit fog csinálni. Ezt kellett volna gondolni a Team Liquidnek. Ott van Mood, látják, hogy a baronna sort elkezdik. Mit csinál a Zed? Hát előbb-utóbb oda fog érni. Így is van, ezért a túlvállalás szó. Illetve Matt, akire kitértél, azzal teljesen egyetértek, ő lehetett volna az utolsó mencsvára a Team Liquidnek. Nem is volt neki túlságosan sok elkapása, de azért attól függetlenül mondtuk, hogy amíg van fala, addig tankol. Addig egyébként egy tökéletes tanknak meg is állta a helyét, viszont amint az a fal lejárt, onnantól kezdve ő is folyamatosan robbant, és tényleg ez volt a kulcs probléma a Team Liquid jelenlegi összeállításánál. Nem gondolom, hogy ez a Lulu kifizetődő választás volt, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem. Hiszen az ösvényen is büntetve volt, ő volt az első gyilkosság is, hogyha minden igaz. Igen. Illetve a játék végső szakaszában, hát dárdakot, hogyha egyszer meg tudta menteni, még talán sokat is mondok, viszont Zedre alapvetően is volt válasza mindenkinek. Mindenki vett egy sejemövet, mindenki el tudott ugrani előle, és megölni meg nem tudták Luluval vagy Lulu nélkül sem. És alapvetően Zedre volt válasz, de ahogy azt már ti is kihangsúlyoztátok,
Hát volt még négy másik energiás játékos is, akik egyszerűen tökéletes összhangban meg tudták büntetni a Team Liquidet. Nagyon sok mindent végig kell gondolni ott a fejekben azon az oldalon, mert a rájátszás veszélyben van az ő oldalukról is. Na de, kérem tisztelettel, kedves hölgyeim és uraim, mai este folyamán van még hátra három mérkőzésünk, amiből a következő a TSM és a Renegades összecsapása. A szünet után jövünk is vele.